Szent Filippine Düsen nővér missziójáról, illetve életőről fogunk beszélgetni a következő percekben. Ezzel kapcsolatban itt van velem a stúdióban a Szent Szív Társaságától Heim Katon nővér. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Esek, tegyük tisztába azok számára, akik nincsenek ezzel, nem tudják, hogy pontosan hogy van. Szent Filippine Düsen nővérnek mi a kapcsolata a Szent Szív Társaságával? Filippine Düsen is Sacré-Cœur nővér volt, még az alapítóanyánk idejében lett ő is nővér, ami az ő érdekessége, ahogy először nem Sacré-Cœur nővér lett, hanem vizitációs nővér, még a francia forradalom idejében, de mivel azt el kellett hagynia azt az árdát, ezért később, amikor Magdolna Zsófiával találkozott, akkor lett Sacré-Cœur nővér. Ez 1805, tehát több mint 200 évvel ezelőtt történt. A Szent Szív Társaságnak mi a küldetése? A küldetésünk elsősorban Jézus szívének a megdicsőítése, ami azt jelenti, hogy az embereket szeretni úgy, ahogy Jézus szerette, az ő szívével szeretni az embereket. És ez elsősorban a gyakorlatban, a nevelésben valósult meg, ez a plusz fogadalmunk, amit mi teszünk. Régen iskoláink voltak, de ma már igazából mindenhol a neveléssel vagyunk jelen, tehát akár a lelki gyakorlatok által, bármilyen munkahelyen, most már, hogy kinyílt a világ a vatikáni zsinat óta, nem csak iskoláink vannak, nem zárdában élünk, ezért mindenki végezheti a saját foglalkozását, és ott, ahol van, ott az emberek közé úgy menjen, mint ahogy Jézus lépne oda az emberekhez. 1800. november 21-én alapította Baras Szent Magdolna Zsófia a Szent Szív Társaságot, és 18 évvel később Szent Filippine Düsen vezetésével az első missziós csoport elindult az Egyesült Államokba, ami ugye alapvetően a beszélgetésünk témája. Hogyan zajlott ez a missziós csoportnak a munkája? Filippine Düsen már gyerekkorában dédelgette azt az álmot, hogy ő majd az indiánok közé szeretne menni. Ott hallott, jezsuiták jártak náluk, és tőlük hallott arról, hogy vannak misszionáriusok, meg indiánok, és ez a vágy, ez nagyon korán ott volt a szívében, és amikor ő Sacré-Cœur nővér lett, ezt elég hamar ki is fejezte Magdolna Zsófiának, hogy ő majd szeretne misszióba menni Amerikába. És Zsófia minden évben azt mondta neki, hogy várjál, nyugi, nem sietünk, itt kell először megerősödni. És aztán jött egy lehetőség, egy püspök érkezett Amerikából, Louisianából, és ő hívta a nővéreket tulajdonképpen, hogy akkor az ő egyház megyéjébe menjenek segíteni. És Filippine akkor már így nagyon-nagyon kérte Magdolna Zsófiát, hogy most mondj igent, és aztán tulajdonképpen igent kapott, és négy társával együtt, tehát öt nő indult neki egy vitorlás hajón a Rebekán Amerikába 1818 májusában, és egy nagyon kalandos út során érkeztek oda meg. Tehát már ez egy nagyon különleges, azt gondolom, hogy 200 évvel ezelőtt öt nő így elindul, igazából nem is tudja, hogy mire, hogy mi fog ott történni, és milyen kalandokkal találkoztak? Hát nagyon-nagyon nehéz volt az átkelés, a hajóval nagy viharba kerültek, mindenki rosszul lett, félni lehetett attól is, hogy esetleg a hajó is megrongálódik sokkal komolyabban. Aztán amikor megérkeztek, nem várta őket senki, nem találták a levelet, vagy nem érkezett meg a püspöknek a meghívása, akkor a Mississippin kellett eljutni, ahol szintén ott volt, hogy felrobbanhat bármikor a hajó, erről írt különböző leveleket, hogy milyen lényeket látott a vízben, amik ugye ismeretlenek voltak itt Európában számunkra, a krokodilok, és nagyon érdekesen írja le, hogy látszik, hogy tanár volt, és mindazt a csodát, amit, vagy újdonságot, amit ott lát. És amikor végre megérkeztek, akkor kiderült, hogy tulajdonképpen semmi nincsen. Tehát nem áll a rendelkezésükre semmi ahhoz, hogy iskolát alapítsanak, vagy egyáltalán valamilyen rendesen lakjanak. Úgyhogy bizony nagyon kemény életük volt. Földműveléssel foglalkoztak, tehenet tartottak, nagyon sokat éheztek, egy-két gyerekkel tudták elkezdeni, lányoknak volt ugye az iskola. Alapvetően itt Franciaországban bennlakásos iskoláink voltak, de ott szinte lehetetlen volt csupán bennlakásos iskolát nyitni, tehát így bejáró növendékekkel kezdték el, és tulajdonképpen
pár év alatt három helyen sikerült mégis házat alapítani, és így elkezdett növekedni a létszámuk a nehéz körülmények ellenére. És akkor ennek mi volt a folytatása? Hát a folytatása az volt, egyrészt nagyon szenvedett, ugye 49 éves volt Filippin, mikor ez a vágya teljesült. Tehát eleve már nem fiatalon, úgyhogy ez a mai emberek számára is így példa lehet, hogy egy vágy, ami ott van a szívünkben, azért lehet tenni, és ha nem valósul meg rögtön, nem azt jelenti, hogy az rossz, vagy akkor az nem a mi utunk. És hát ugye ő igazi vágy az indiánok voltak, tehát oda akart volna eljutni, de már az angol nyelvvel is nehézségei voltak, tehát igazából sosem tanult meg úgy jól angolul, hogy mondjuk tanítani tudjon, tehát végig küzdött ebben a nyelvvel, és aztán ahogy így alakultak a házak, a sok nehézség, a különböző egyik helyen el kellett hagyniuk, akkor továbbálltak, és 72 éves volt, amikor ez a lehetőség érkezett, szintén így jezsuiták voltak a potawatomi indiánoknál, és akkor hívták a nővéreket, hogy ott a lányok számára is legyen oktatás a rezervátumban. És hát akkor Filippin tulajdonképpen elment oda, esélytelen volt számára, hogy megtanulja a nyelvet. Ilyen 8-10 szótagos szavakból áll az az indián nyelv. Semmilyen írásbelisége nem volt, tehát nem volt szótár, ami segítségére lett volna. Úgyhogy ő igazából nem tudott velük kommunikálni, legalábbis szavakkal. Egy évet élt ott, és az indiánoktól azt a nevet kapta, hogy az asszony, aki szüntelenül imádkozik. Egy fizikai ereje már nem volt nagy tevékenységeket végezni, azt érezte, hogy így, hát ő teljesen fölösleges, nagyon nehéz körülmények között éltek ott az emberek, hideg volt, és így le is romlott az egészsége, de gyakorlatilag így egész nap imádkozott. Van ilyen anekdota, hogy gyerekek így megfigyelték, hogyha estőbe ment a kápolnába imádkozni, akkor hogy ott, úgy tűnt, hogy ott marad egész éjszaka mozdulatlanul, és akkor egy ilyen tollat raktak oda a ruhájára, így rádobtak este, hogy megnézzék, hogy, és akkor azt látták, hogy reggel minden változás nélkül ugyanott van, tehát akkor az egész éjszakát ott töltötte, így térdelve imádságban. Úgyhogy innen kapta ezt a nevet az indiánoktól. Egyébként a feljegyzésekben azt lehet olvasni, hogy neki miért volt ekkora vágya az indiánokkal találkozni? Mi volt ez a vágy? Azt hiszem, hogy Krisztus szeretetét akarta elvinni azokhoz az emberekhez is, akiknek így nincs esélyük ebben találkozni. Tehát, hogy valahogy ilyen nagyon-nagyon lángoló szeretet élt benne az Úristen iránt, és ugye ezt akarta mindenkinek megmutatni. És valahogy ez különösen talán a veszélyek, a kalandvágy, is benne volt ebben. Egy nagyon erős asszony volt, a Düsen egyébként, az azt jelenti, hogy tölgyből származó, tölgyből való, tehát a neve is valahogy fémjelzi az ő karakterét. Tehát nagyon sokat kellett tanulnia arról, hogy hogyan kell igazán szeretni így más kultúrában, más nyelvvel beszélő, egész mást élő embereket, és ez nagyon illik a mi karizmánkhoz. Ez a nyitott szíve Jézusnak, aki folyamatosan így tágul, hogy így minél több embert el tudjunk fogadni szeretettel. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezáltal a missziója által ő ért fokozatosan, és egyre jobban valóban hasonlóvá Jézushoz. És akkor ez alatt az egy év alatt, amíg az indiánoknál volt, mennyire sikerült megvalósítania, ami szeretett volna, tehát ezt a missziót, ha csak most az indiánokat vizsgáljuk? Hát arra a misszióra tulajdonképpen ő már ugye régóta készült, és mivel nem tudott oda jutni, imádkozott értük. Tehát már hosszú évtizedekkel előtte elkezdett imádkozni azokért az emberekért, akikhez végül 72 évesen jutott el. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben sikeres volt a missziója, és hát abból is látszik, hogy most volt ugye a 200 éves bicentenáriumi ünnepség sorozatot ünnepeltük egész tavalyi évben, Amerikában is, ahol ő tulajdonképpen ilyen második rendalapítónak számítják, és ezen a kinti ünnepség sorozaton ebből a törzsből voltak ott indiánok, és még emlékeznek rá, tehát tulajdonképpen 200 év alatt fönnmaradt az ő neve, mindaz, amit ő ott létrehozott. Nyilván más nővérek mentek oda vele, és tanították az indiánokat, de mégis az ő alakjához kapcsolódik ez nagyon erősen. Tehát nagyon hálásak neki a mai napig.
És akkor, hogyha már erről beszélünk, akkor tényleg csak utolsó kérdésként, hogy az ő alakja a mai világban mit jelenthet számunkra? Azt gondolom, hogy egy nagyon modern szent, egyrészt mert kapcsolatokban élt teljesen, tehát amikor kiment oda, akkor is így levelezésekkel tartotta a kapcsolatot, nem szakadt el attól a lelkiségtől, ami itt Európában volt, mint sok más rend, családjával is, és a mai embere ugye ilyen kapcsolatokban élő, úgyhogy szerintem ma biztosan Facebookon, Instagramon mindenütt ott lenne. Aztán az a kitartás, meg hit, ami benne volt, hogy kövesse a szíve vágyát, az szintén egy jó példa, és hogy nem retten vissza a nehézségektől, és bármilyen munkát elvégzett, és amire az Isten őt hívta, azt az utat bejárta. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen példaértékű. Én is ezt gondolom, és köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk. És köszönöm a lehetőséget.